Üdvözlöm a kedves nézőinket, ismét képviselői morzsák. Testületi ülés után vagyunk, igen mozgalmas volt és igen érdekes. Napi rendelőtti felszólalásomban a közútkezelő munkáját említettem meg. Ugye a múlt havi interpellációmban elmondtam, hogy a Vágóhíd utcán útkaparási munkára van szükség, és az útak állapota is katasztrofális. Meglepetésemre nagyon korrekt módon polgármester úr levélbe értesített arról, hogy kimentek a munkatársai, felmérték, és valóban igazat adtak nekem, hogy katasztrofális állapotban van az út. Így polgármester úr írásban értesítette, utasította a közútkezelőt, hogy végezzék el a munkálatokat. Nos, mondom, a korrektség, az korrektség, így én is tájékoztatom polgármester urat, hogy mi is történt. Az történt, hogy most hónap elején megérkeztek a közút kezelő munkatársai a Vágóhídhoz, és ez úgy nézett ki, hogy 8-10 ember kiszállt a kocsiból, sárga mellénnyel, lapátokat fogtak, és a legnagyobb kátyúkból levezették egy pici árkon keresztül, az útpatkán keresztül a vizet. Az ott lakók megdöbbenéssel mentek ki oda, és megkérdezték, hogy önök szerint ezt így kell csinálni? Ez így jól van? Elmondták az ott dolgozó munkások, hogy hát ők sem így oldanák meg a problémát, hanem az egész útpatkát ugye le kell takarítani, de ők erre kaptak utasítást. Most elmondtam, hogy ez gyakorlatilag a karcagi lakosságnak a semmi bevétele, és egyszerűen megalázása, hogy ilyen silány, hitvány munkát végeznek el a közútkezelő munkatársai. Ez a vezetőségnek a szégyene, és így megkérdeztem polgármester urat, hogy polgármester, milyen eszközök vannak a kezébe, hogy lehetne ezen javítani. Polgármester úr meglepetésemre azt mondta, hogy igenis igazam van, és kezdeményezni fogja a közútkezelőnek, a vezetőségének a leváltását. Nagyon szépen köszönöm, igazából ez volt a célom. Nagyon eseménydús volt még ez a testületi ülés, mivel volt egy olyan pontunk, amit majd részletesebben ki fog fejteni András András képviselő, de nekem nagyon tetszett, hogy ez egy kormány által migránsrendeletnek nevezhető dolog, hogy a sorosféle migráns irodákat korlátozzák az országba, erről szólt, ugye, és nagyon-nagyon csúnyán rászaladtak erre a témára, kedves képviselők. Polgármester úr is se tudott mit mondani arról, hogy 2300 rejtett migráns mit keres Magyarországon. Tehát erre nem tudtak mit mondani. Több éven keresztül ijeszgették a magyar népet. Több mint 20 milliárd forintot költöttek arra, hogy plakátokon ijeszgessék a népeket a migránsokkal. És most hirtelen jó migránsok lettek, nagyon érdekes dolog, oltalmazottak. Ezekről a szavakról ezelőtt nem is hallottunk. De most mindenféle dublini, genfi egyezményre hivatkoznak, és képzeljék el, nem tudod mit mondani a kedves polgármester úr. András képviselőtársam zseniálisan szembesítette őket azzal, hogy hogy vágták át a saját szavazóikat a kormánypártiak. Itt van 2300 migráns az országba, akiket ők hoztak be, teljesen legálisan, sőt, most már tudjuk, hogy lakhatási támogatást is kapnak. Tehát fizetünk nekik, hogy itt vannak, borzasztó. És az ő embereiket, tehát magukat, a Fidesz szavazókat sajnálom, mert őket hűítették meg, így kell mondanom. Egyszerűen azt hazudták, hogy megvédték az országot.
Nem tudták megvédeni az országot. 1300 migráns kellett volt befogadni, és 2300 migráns, kérem szépen, behoztak a tudtunk nélkül, a saját szavazóink nélkül, persze azon a 20 ezer főn kívül, akit gazdasági migráns, aki letette a 100 millió forintnak megfelelő 300 ezer eurót. Tehát ennyit. Úgyhogy nagyon érdekes volt a dolog, elkezdődött úgy látszik a kampány, ennél már csak keményebb dolgok lesznek. Köszönöm a figyelmet, de nagyon javaslom András András képviselőtársamat, mert ő bővebben el fogja mondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit, képviselői Morzsák. Mint ahogy képviselőtársam Lengyel János elmondta az előbb, hogy elég izgalmas képviselőtestületi ülésen vagyunk túl. Igen, valóban pörgősek lettek az események. Már eleve a kezdés elég érdekes volt. Igazából a legfontosabb napirendi pont a mai nap folyamán az a város költségvetése és a költségvetésről való szavazás volt. Ebben a kérdésben a Jobbik és mi mindketten képviselőtársammal tartózkodást nyomtunk, tartózkodtunk. Ott a testületi ülésen nem fejtettük ki ebbe a kérdésbe a véleményünket, hogy miért tettük ezt, de korábbi bizottsági munkák során megindokoltuk. Ez a költségvetés igazából sokban nem különbözik a korábbi évek költségvetésétől, gyakorlatilag szintén a túlélés költségvetése, mint ahogy ezt már a Fidesztől megszokhattuk, és gyakorlatilag a regnáló 25 éves, 30 éves hatalma során gyakorlatilag más sem csinált, mint túlélte ez a város, túlélte. Ez most is erre van kihegyezve, gyakorlatilag igazi fejlődést mutató, és gazdasági potenciált építő jeleket nem látni ebbe a költségvetésbe. Hogy ez mennyire szomorú, az sajnos tudomásul kell venni, mert a távlatokba kellene gondolkozni ennek a városvezetésnek, a városvezetőknek, és ezt nem teszik meg. Aminek aztán súlyos következményei is vannak, mint ahogy látjuk, sajnos ennek a városnak a lakossága folyamatosan csökken. Ma éppen 20 ezer körüli már, közel 26 ezer fős város lakossága. Bizony ebből rengetegen vannak olyanok, akik elköltöztek, végleg elköltöztek, fiatalok, akik kivándoroltak nyugatra, nyilván nem kalandvágyból, de bizony ez a városra hat. Nem tartja itt az itt született embereket sem. Még annak ellenére sem, hogy mostani költségvetés tartalmaz egy úgy nagyon szimpatikus és nagyon jónak tetsző baba projektet, illetve egy baba támogatási projektet, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden újszülött 20 ezer forintos ajándékcsomagban részesül az önkormányzat részéről. Hát ezt bízom mindenkinek a megítélésére, hogy ez kinek jó, és tulajdonképpen hogyan is csengez le így választások előtt. Jelentős, ha úgy veszük, jelentős béremelést is tartalmaz ez a költségvetés, és itt okozott egy kis problémát nekünk, hogy támogassuk, ne támogassuk. De mivel utána néztünk egy kicsit alaposabban a dolognak, azt kellett látnunk, hogy érdekes módon a kormány részéről és a minisztérium részéről jelentősebb 18% javasolt béremelés volt tervezve ebbe a szférába. Ezzel szemben a Karcag városa átlagosan 11%-os béremelést hozott, tehát gyakorlatilag még a kormány által elvártat sem teljesíti az önkormányzat. Értem én, hogy a kormánynak van egy elvárása ezen a téren az önkormányzatokkal szemben, és a Karcag önkormányzatával szemben is, és ugyanakkor forrás nem biztosít mögé annyit, amennyit elvár. Ezt is értem, de ilyenkor mindig fölmerül bennem a kérdés, hogy tulajdonképpen ebből a városból hány kormánytag is van. Ők talán szóvá tehetnék ezeket, nem teszik nyilván a megfelelő egyéni és pártpolitikai érdekekre való tekintettel, aminek alárendelik a város és az itteni emberek és az itteni dolgozóknak az érdekeit, valódi érdekeit.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyermekorvosi kérdésben újra meg fog jelenni egy 5 millió forintos ösztöndíj alap, illetve az ide érkező gyermekorvosnak önkormányzati lakásbiztosítását is előirányozta az önkormányzat. Ezt nagyon örülünk neki, ez egy jobbikos kezdeményezés, amit úgy gondolok, hogy kicsit tovább kellene vinni, mert szép dolog az, hogy a költségvetés erre lehetőséget ad, de ha nem lépünk és nem dolgozunk benne, és nem haladunk előre, attól még keret lesz, ígért lakás lesz, csak éppen gyermekorvos nem lesz a városba. Tehát egy határozottabb és intenzívebb előkészítő munka is igényelne ez. Tudom, hogy a Fidesz szempontjából a kiskertek szépsége igen fontos, és ezt a miniszter is elismeri, mint ahogy hallottuk is, hogy alpolgármester asszonyt kitüntették ebbe az ügybe. Örülünk neki és gratulálunk, de valószínű ez sokkal fontosabb projekt, mint például a gyermekorvos kérdése a városban. Értjük mi ezt. Amit képviselőtársam említett még, hogy volt egy parázsnak mondható kis csörte a migrációval kapcsolatos kérdésben. Igen, a kormány javaslatára az önkormányzatokhoz érkezett egy határozati javaslat, ami arról rendelkezne, hogy az úgynevezett, vagy annak minősített soros migráns támogató szervezetek nem működhessenek az önkormányzat, adott önkormányzat területén. Ezzel elméletileg semmi bajunk, egyet is tudunk érteni, és mint ahogy a szavazásnak kiderült, meg is szavaztuk ezt a napi rendi pontot, de itt egyszerűen képtelen voltam szó nélkül hagyni, különösen a polgármester asszony felszólalása után, aki beszámolt a budapesti konferencián elhangzottakról, és hogy ott hány olyan polgármester volt, aki szinte könnyezve mondta, hogy mennyit szenved a települése a migránsoktól. Nem fér bennem tovább a gondolat, hogy megkérdezem, hogy arról is beszámoltak ezen a konferencián, hogy a kormány behozott 1300 migránst, és le is telepítette az országba, illetve az elmúlt három évben összesen 2300 migránsnak adott letelepedési engedélyt ebbe az országba, befogadta az ország, és ezt mindez titokba, anélkül, hogy az emberek tudták volna, mellette egy 20 milliárdos kampányt folytatva, olyan címszóval, hogy az országot megvédi a miniszterelnök, és hát ide aztán senkiben nem teheti a lábát. Nos, az első körben polgármester úr finoman szólva megpróbált kioktatni a Genfi egyezményről, a humánumról, és hogy tulajdonképpen az országnak kötelessége befogadni a rászoruló embereket, és a humánum is ezt követelni. Szép-szép ez a történet, de ahogy polgármester úrnak fogalma nincs arról, hogy a Genfi egyezmény mit ír elő, az a válaszából is kiderült. Kettő, a humánum nagyon fontos. Én azért megkérdeztem a viszont válaszomban, hogy ezek között a oltalmazottak, akiket befogadtunk, ezek közül jó néhány követett el bűncselekményt a magyar polgárok kárára, a magyar emberek sérelmére, és ez bizony nagyon nehéz megmagyarázni. Nem is próbálta, tehát a végén tudomásul vette, hogy ez megmagyarázhatatlan. Ezt a Fidesz átverte a szavazóit, átverte a magyar embereket, átverte a saját szimpatizáns és szavazóbázisát. Olyanra kértek támogatást 1000 milliókért, amit sunyiba, aljas módon megszegtek, és egyszerűen figyelmen kívül hagyták. Gyakorlatilag a többi napirendi pont a város működésével és egyéb személyes kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szólt, amiben tudtuk támogatni, és igennel is szavaztunk. Még egy érdekes momentuma volt, erre azért egy mondat erejéig kitérnék.
Napirend előtti kérdések kapcsán egy déli külvárosi úr, a Tóth Dezső úr tett föl kérdést a polgármester úrnak az ottani utak állapotával kapcsolatban, és hogy annak azok az állapotok tarthatatlanok. Valóban ezeken a területeken jó néhány olyan utca van, amelyik katasztrofális állapotokat mutat. Polgármester úr válaszában azt mondta, hogy ezek az embereknél először azt kellene, hogy az utca összefogjon, és összedobjanak valamennyi önrészt ahhoz, hogy az utcában legalább útalap elkészüljön, mert hogy hát az önkormányzat nem egy krőzüs, és hát mindenre azért nem telik, és a lehetőségei eléggé bekorlátoltak, majd ha lesz rá pénz, akkor talán lesz ezekből az utca. Polgármester úr egy dolgot hagyott figyelmen kívül, hogy gyakorlatilag a város legszegényebb és a idézőjelbe, de a leghátrányosabb helyzetű embereiről, lakóiról van szó. Itt nagyon nehéz lesz bármennyi önrészt is összeszedni ezektől az emberektől, amikor sokszor az ennivalóra is sem jut ezeknek az embereknek. A másik oldala, ami egy kicsit visszás volt az egész történetnek, amikor az egyik napi rendi pont kapcsán kiderült, hogy a zárt kertek, amivel egyébként semmi problémám nincs, de az átkertekbe útalap fog épülni egy pályázati pénzből. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontosak az átkerteknek a járhatóvá tétele, egy nagyon pozitív irány, és sajnos egyre többen laknak is ezekbe az átkertekbe, mert hogy bizony kiszorulnak a városból. Ezek többnyire a devizahitel, káros útjai, akit a 8 éves Fidesz kormányzás hozott olyan helyzetbe gyakorlatilag, hogy elvesztették a lakásukat, és ide kénytelenek menni. Tehát ezzel alapvetően nem lenne probléma, de azért elég visszás, hogy a városnak olyan utcáit, ahol már most laknak, nagyon sokan laknak, gyerekek vannak, a mentő sem nagyon tudja megközelíteni adott esetben. Arra nincs pályázati pénz, arra nem pályáz a város, ott nem épül útalap, elvárják az ottani lakosoktól, hogy erre összedobják úgymond a pénzt. Hát ez egy kicsit érdekes dolog. Én úgy gondolom, hogy ha a választópolgárok, a karcagi polgárok, amikor eljön az idő és lehetőséget adnak a Jobbiknak ahhoz, hogy ezt a várost egy Jobbik irányba kormányozza, akkor ezeket a kérdéseket helyre tesszük és megoldjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!